Magyarország történetének legnagyobb humanitárius akcióját hajtja végre, amikor segít az Ukrajnából menekülőknek. Eddig már 760 ezernél is többen menekültek el hazánkon keresztül a háború elől. A kormány a menekülteknek minden szükséges segítséget megad, legyen az szállás, orvosi ellátás, vagy éppen a gyermekek iskoláztatása. Ezekről is szó lesz most, Judit, Titanila folytatja. Jó reggel, Szerusz György, így van ezzel megyünk tovább, üdvözlöm a kedves nézőket és mai első vendégünket, Bakondi Györgyöt, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadóját. Jó reggel. Jó reggelt kívánok! Milyen segítséget kapnak azok, akik hozzánk érkeznek, és ugye hát most már közel 800 ezer emberről beszélünk. Egy igen jelentős létszám érkezett eddig, főleg ha az ENSZ-nek a korábbi előrejelzéseire figyelünk. 700 több mint 750 ezer ember menekült ide részben közvetlen Ukrajnából részben Románián keresztül. Ezek az embereknek egy részük Szabolcs megyébe maradt, abban a reményben, hogy vissza tudni hamarabb utazni majd a háború befejeztével. Egy részük Magyarországon tartózkodik. Ez mintegy 122 ezer ember kapott eddig tartózkodási igazolást a rendőri szervektől egy pedig tovább utazott más európai, vagy akár távolabbi országokban is. Ezeknek az embereknek a fogadása a határtérségbe, az ottani ellátásuk, pihentetésük Budapestre, vagy esetleg távolabbi helyekre történő szállításuk, idéglenes lakhatásuk biztosítása, egészségügyi ellátásuk, ahogy ön is említette, a gyerekeknek az iskoláztatása, ez nagyon komoly erőfeszítéseket igényel a, az állami szervektől, és rendkívüli erőfeszítéseket igényel a karitatív szervektől, és azt lehet látni, és ezt örömmel mondhatom, hogy kitart az embereknek a tenni akarása is ebben a kérdésben, mert általában úgy szokott lenni azért, hogyha ilyen hosszabb időszak mióta háború tart, elhúzódó dologról van szó egy idő után érdektelenné válhat a dolog, ennek a mindennapi veszélye a médiából tetten érhető szörnyűségei mozgósítják a magyar embereket, hogy segítsenek az ide menekülőknek. Na most ezen kívül Magyarország jelentős segítséget nyújt a határ túloldalán, a Kárpát alján tartózkodó több százezer kelet-ukrajnából odamenekült embernek az ellátásában, elhelyezésében, akár egészségügyi támogatásában, akár lakhatási feltételek javításában, akár más karitatív jellegű küldemények átjuttatásában és hát emellett a legutóbbi donor konferencián felajánlásokat tett Magyarország iskola óvodai építésére, sebesültek fogadására, különleges ellátást igénylő gyerekek fogadására, egyetemi ösztöndíjak biztosítására, vagyis Magyarország mindent megtesz erejéhez mérten, hogy a bajba került ország polgárait segítse, ugyanakkor nyilvánvaló, hogy egyik legfontosabb feladatunk, hogy védelmezzük a magyar érdekeket, akár a határon, hogy ott megfelelő kontrollal és ellenőrzéssel, biztosítással kerüljön sor a határátlépésre, akár pedig úgy, hogy kimaradunk a fegyverszállításokból, vagy fegyverek átjuttatásából, tehát semmi magunk nem adunk fegyvert, se pedig területünkön keresztül nem engedünk el fegyvereket. Ezek nagyon fontos lépések a magyar emberek, az európai emberek biztonsága oldaláról, és hát természetesen nagyon komoly erőfeszítéseket tesz a kormány, épp a most tegnap befejeződött Európai Tanácsülésén is jól látható volt, hatodik szankciós csomag megtárgyalására került sor, és itt is azért a... Azok a veszélyek, amelyet a gazdaságunkat fenyegetik, amelyek összefüggnek a háborúval, illetőleg a szankciós elgondolások megvalósításával, ezeknek a, a magyar érdekeknek az érvényesítése, a magyar emberek mindennapi biztonságának a garantálása, ez egy elsőrangú politikai feladat, amelyet kiemelkedően teljesített a miniszterelnök úr kint az elmúlt két napos kemény vitákban. Ha már itt említette a háború gazdasági következményeit, ugye itt az élelmezési válság, az élelmiszeriparra gyakorolt negatív hatása a háborúnak például Afrikában nagyon érezhető azt mondják, hogy ez a migrációra is hatni fog. Az az igazság, hogy ez az élelmiszer ellátási probléma sajnos nem csak Afrikában érzékelhető, hanem most már egyre inkább Európában is. Médiából értesülhetünk, hogy ellátási zavarok keletkeznek, próbálják maximalizálni a bizonyos termékekből a megvásárolható mennyiséget, és így tovább. De valóban az afrikai, az úgynevezett száhelővezet, annak a, az Európából oda irányuló, elsősorban buzaszállítmányok Kiesése okoz nagy gondot. Talán a magyar nézők nem is gondolták, hogy Ukrajna vagy Oroszország ilyen nagy mennyiséget szállít, hogy meghatározó legyen az élelmezési ellátási feladatokban, de valóban így van, és ennek a kiesése olyan világszintű koordinációt igényelne, amelynek jelenleg még nem látszanak a körvonalai, és az ott élőknek az élelmiszer hiánya, ez valóban egy, akár egy éhinséget okozhat, és ennek viszont beláthatatlan mértékű következményei lesznek az illegális migrációra. Már most, a mostani napokban is látható, hogy nem csak Líbiából, Tunéziából, Marokkóból, sőt Egyiptomból is egyre nagyobb számba indulnak útnak a tengeren menekülők, sajnos jó néhányan az életüket vesztik a rossz körülmények miatti átkelési kísérletekben, újra megjelentek a soros szervezetek által finanszírozott mentők hajók, amelyek nagy tömegbe szállítják be az olasz partokra az érkezőket, de a balkáni, általunk balkáni útvonalként figyelemmel kísért irány is rendkívüli aktivitást mutat, Iránból és Szíriából tömegek érkeznek Törökországba, és egyre nagyobb az arány, akik útnak indulnak a balkáni útvonalon. Egy részük érdekes módon nem a görög szigetekre, mert megerősödött a görög határozat, hanem a szigetek megkerülésével közvetlen Olaszországba tart. Emellett a szárazföldi határon is nagy aktivitás növekedést figyelhetünk meg. 83 ezer határsértőt fogtunk el, ugye pár nap alatt ideérnek a magyar határ, azért tudunk konkrét adatokat is mondani, és ezért van az, hogy rendőri erőket küldünk ki például Észak-Macedóniába, hogy igyekezzünk már nagyobb mélységbe megállítani az idei ide tartókat, és hát ez a 83 ezer határsértő, ez mondjuk tavaly ugyanilyenkor 37 ezer volt, tehát jól látható, hogy ugrásszerű növekedésről van szó, szóval ez a mindennapi adatokban, heti adatokban is nagyon pontosan körültekintően látható, egy-egy éjszaka most már több száz hatásértő kerül elfogásra, tehát szükség van a rendőri katonai erők helytállására és az őket támogató polgárő szövetségek részvételére annak érdekében, hogy a műszaki létesítményekre és a jogi határzára támaszkodva ezeket az illegális átlépőket, akik semmi beveszik a jogszabályokat, szervezett bűnözés támogatja őket és ismeretlen identitásra és érkeznek, távol tartsuk a magyar biztonság érdekében. Tábornokor, köszönjük, hogy elfogadtam a kíváncsainkat. Én is köszönöm.